A beszélni nehéz mozgalmat alapító Pécsi Blanka születésének 119. évfordulóján rendeztük meg az Anyanyelvápolók Szövetsége helyi csoportjainak évnyitó tanácskozását. Szokás szerint felidéztük az elmúlt tanév eseményeit, és megterveztük a következő hónapok programjait. Az idei együttlétet az Otthon a szavakban Nyelvművelők vallomásai című kötet megjelenése is különlegessé tette. Ne mondjátok azt, hogy a könyvben nem kell, hogy a könyvnél több az élet és az ember, mert a könyv is élet, és él, mint az ember. Így én emberben könyv, és a könyvben az ember. Babits Mihály soraival abban bízunk, hogy ez a könyv is élni fog, és nem csak fölkerül a könyves polcokra, hanem netalán, mint ahogy itt az utószóban kérjük, forgatják is örömmel, haszonnal, kiki kedve szerint. Szerettük volna Kerekes tanár úr kérésének eleget tenni, mert hogy a nyíregyházi csapatnak, Turusz Magdika nénéknek, Lakatos Erzsike nénéknek ugye nagyon sokat köszönhetünk, hiszen ők kezdték ezt az egészet, ezt is beírtam a könyvbe, és a második kötetet is ők szorgalmazták, az öme anyagot össze is gyűjtötték. Tehát az övék a fő-fő érdem, ha úgy veszük. És akkor Kerekes tanár úr azt kérte, hogy lehetőleg akkor legyen benne minden körvezető. A találkozó Matula Ágnes, a Duna Televízió szerkesztője a nyelvőrző történetéről és az anyanyelvi mozgalmakban betöltött szerepéről beszélt a jelenlévőnek. Akkor kezdődött az a boldog korszak a életemnek, amikor végül is ilyen egészen rendkívüli emberekkel dolgozhattam együtt, mint Zeme professzor úr és Kerekes tanár úr, hogy megismerhettem közelről az anyanyelvápolók, a családját, a családi élet fészek melegét, az különböző anyanyelvi rendezvények és versenyek hangulatát, és természetesen minden műsorban próbáltunk és igyekeztünk hírt adni ezekről a rendkívül fontos kezdeményezésekről, és próbáltuk a televíziós műsor lehetőségeivel népszerűsíteni valóban az anyanyelvi mozgalmat. Belekerültünk a műsor által a nyelvőrző abba a nagy családba, amelyet az anyanyelvápolók népes családjának nevezünk, és amelynek egyik fontos ismertető jele az a közösség, amely szeretettel, családiassággal, valóban segítőkészséggel, éjjel-nappal egymás rendelkezésére áll. Aki egyszer ebbe a körforgásba vagy keringésbe belekerült, az ha felnőttként nem is lesz nyelvész, és nem is lesz bölcsész, nem foglalkozik ilyesmivel, lelkiekben akkor is annyi értékes tartalmat nyer, hogy a saját gyermekeinek is tovább tudja adni, a környezetének is, vagyis sokkal értékesebb emberré válik általa. Az évnyitó egyik fő programpontja, hogy visszaemlékezünk a nyári eseményekre, táborokra, az itt készült videók, képek és beszámolók segítségével. A tábori képekből készülő vetítés mennyi időt vesz igénybe és mennyi munkával jár? Nagyon sok idő és nagyon sok munka, mert át kell rágnunk magunkat az összes képen és az összes videón, hogy kiválasszuk azokat a részeket, amik majd bekerülnek a végleges változatba. Ez legtöbbször több napot vesz igénybe. Táborban filmet forgatni az mindig kihívásnak számít, hiszen itt minden esemény csak egyszer történik, meg nem lehet újra fölvenni az egyes előadásokat, vagy az egyes eseményeket, mint a táncház, vagy egy akadályverseny. 7 óra 49 perc 22 másodpercnyi anyagunk gyűlt össze, és ebből kellett egy olyan filmet összevágni, ami nem csak a táborozóknak nyújthat betekintést, vagy visszatekintést a táborra, hanem olyan emberek is megnézik akár, akik nem voltak ott a táborban, vagy akár semmi közük nincs az egész anyanyelvápoló mozgalomhoz. Azt gondolom, hogy egy jól sikerült kis videóról van szó, mivel azonnali visszajelzést kaptunk az interjúk által a táborozóktól is, és az előadóktól is arról, hogy mit jelent egy ilyen anyanyelvi tábor. Nagyon sok programot tudtunk szervezni a fiataloknak, és szándékosan használom a többes számot, ugyan te főszervezőként mutattál be az elején, de hát csapatban dolgoztunk mi együtt, többen veletek. Mindenki hozzátette a maga kis szeletkéjét a szervezéshez. Szerettem volna azt, hogy azok is megismerjék Miskolcot, akik eddig még nem jártak a városban, eljutni a közép-európa hírű
ikonosztázzal rendelkező ortodox templomban megnézni, amit meg lehet a Diósgyőri várból, a Herman Ottó Múzeumnak különleges kiállítását megtekinteni, és amit nagyon élveztek a fiatalok, azt hiszem a Színész Múzeum volt, ahol be lehetett különböző jelmezekbe öltözni. Mindenképpen vitték haza a tarisznyájukban, a képzeletbeli tarisznyájukban azokat a barátságokat, amelyek ott köttettek Miskolcon. Másodszor pedig az a hihetetlen mennyiségű tudásanyag, amit Vaha Imre, Kubikorna, Juhász Judit, Fábiáni Szent Szívója, Kovács Dániel, vagy éppen Kerekes Barnabás előadásából kaptak meg.